egy pár embernek azért el kell számolni ezzel a teljesítménnyel. Nagyon izgatottan vártam ezt a mérkőzést. Rég volt olyan mérkőzés, amit ennyire vártam volna, vagy amilyen ilyen felfokozott hangulatba lett volna. Nagyon örültünk ennek a győzelemnek, nagyon fontos volt mindenki számára, és tényleg nagyon örülünk neki. Ahogy a videóton ellen, úgy most sem múlt rajtad. Betetjük a szekrény alá körülbelül, ez nem egyéni sport, ez csapatsport, úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy így alakult ez a mérkőzés. Én úgy érzem, hogy az első félidőben egyenrangú ellenfelé voltunk a Fradinak, még talán nekünk is volt talán több helyzetünk, és a második félidő első negyed órájában viszont nagyon ránk jött a Fradi, és ezzel nem tudtunk mit kezdeni. 1-0 után még volt talán helyzetünk egy az Ozsónak, és utána abból az ellentámadásban volt, azt hiszem, a kiállítás, és ott végig volt megpecsételte a sorsunkat. Én úgy érzem, ha nem kapjuk a másodikot, akkor se tudtunk volna ebből már felállni. Ez volt az első olyan bajnoki mérkőzés, amúgy ahol 20 000 néző előtt játszhattam. Első hazai derbim, úgyhogy igazából tényleg egy nagyon szép délután volt. Szerencsére tényleg jó teljesítményt tudtam nyújtani, ezzel hozzá tudtam járulni a csapat eredményességéhez, úgyhogy én örülök nagyon ennek a mai győzelemnek. Még dolgozni kell rajta, hogy gólt tudjunk rúgni egyszerűen. Vagy el kell menni együtt valahova, vagy valami csapat összetartó dolgot kell csinálni. Megtörtént a szabálytalanság, aztán odaértem elsőként a labdához, fölvettem. A Gera Zoli volt még ott, meg a Mateusz, aztán ők is mondták, hogy ha érzem, akkor rúgjam el, de a Zoli egyből mondta, hogy vállald el, csináld. Nem voltunk ennyire stabilak a második félidő elején, ott átfutott rajtunk a Fradi. A középpályás védekezés is akadozott, ennek megvannak az okai, ezt már megbeszéltük az öltözőben, tudjuk, hogy miért, ezt nem akarom kiadni. Egy pár embernek azért el kell számolni ezzel a teljesítménnyel. Mennyire vagy csalódott? Nagyon, nagyon. Derbire mindig győzni jön az ember. Én most aláírtam volna egy X-et is, a két csapat formáját figyelembe véve, de csalódott vagyok, mert kikaptuk. Hatalmas élmény volt teltház előtt játszani. Nagyon örültünk, hogy tényleg ennyien kilátogattak a mérkőzésre, és bízunk benne, hogy ez a következő hazai mérkőzéseken is megmarad. Úgy gondolom, hogy kiszolgáltuk a közönséget, tényleg egy magabiztos győzelmet arattunk, ami akár még közönség szórakoztatónak is mondható volt. Úgyhogy remélem, hogy a következő hazai mérkőzéseken is szép számmal ki fognak látogatni. Hát ennyien. Hát most én úgy gondolom, hogy ezzel a mérkőzéssel nem veszítettünk szurkolókat. Én bízom benne, hogy lesz még teltházas mérkőzésünk itt a tavasszal.